Magyarország egyre inkább elszigetelődik a NATO-ban, jelentette ki David Pressman, amerikai nagykövet a CEUN szervezett konferencián. Hozzátette, Washington kész normalizálni az elmérgesedett magyar-amerikai viszonyt, azonban ilyen hajlandóságot a magyar kormány részéről egyelőre nem látni. Magyarországot nem tragikus történelme miatt vették fel a NATO-ba, hanem a demokratikus jövő iránti elkötelezettsége miatt, és azon képessége miatt, hogy hozzájárul a NATO szövetségesek demokrácia iránti elköteleződésének megvédéséhez. Ez egy közösség, amelytől Magyarország egyre inkább elszigetelődik. Ez David Pressman amerikai nagykövet jelentette ki a Magyarország NATO csatlakozásának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. Arról is beszélt, hogy a magyar kormány békeajánlata az orosz-ukrán háború befejezéséhez valójában ukrán kapituláció. Hozzátette, a háború árnyékában még szorosabbá kellene fűzni a szövetségi rendszert. Politikai döntése van szükség a magyar kormány részéről ahhoz, ha javítani akarja a kapcsolatot Magyarország és az Egyesült Államok között. Mi ezt a döntést már meghoztuk. Sajnos semmi jelét nem látjuk annak, hogy Magyarország kormánya is ezt tette volna. Az utóbbi napokban ugyanis ismét egy adok-kapok alakult ki a két ország között. Joe Biden amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója ugyanis újságírói kérdésre azt mondta, az Egyesült Államok kormánya mély aggodalommal figyeli a magyarországi korrupciót, azt, ahogyan a kormány az igazságszolgáltatással bánik, valamint azt, hogy a kormány nyíltan támadja a demokratikus intézményeket. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre azt írta, Jake Sullivan megnyilvánulása világossá tette, hogy az amerikai demokraták nehezen viselik, hogy az európai progresszív liberális tenger közepén továbbra is van egy sziget, ahol büszkén valljuk, no war, no gender, no migration. Vadai Ágnes szerint Magyarország elszigetelődése a NATO-n belül a finnek és a svédek csatlakozásának akadályozásával és az orosz barát politikával kezdődött. Aggasztónak talán a magyar kormány viselkedését a NATO-ban. Hosszú-hosszú éveken keresztül a 25 évben tabu volt a NATO-val szembeni nyilvános támadás, de 2022 óta az Orbán kormány és képviselői folyamatosan támadják a NATO-t, és ez egyáltalán nem tesz jót egyébként annak a korábban a katonák és sokszor a politikusok által megszerzett nagyon pozitív képnek, amit az Orbán kormány most aztán folyamatosan lerombol. Ez materiális hátránnyal is jár, de morális hátránnyal is. Tehát ha folyamatosan azzal gyanúsítanak minket, hogy mi az oroszok trójai lovai vagyunk, hogy mi árulók vagyunk, az nem jó, mert az minket leértékel és párjává tesz ebben a közösségben. A NATO-n belül most újabb konfrontációt okoz, hogy a magyar kormány nem támogatja, hogy az új NATO főtitkár a holland miniszterelnök Mark Rutte legyen.